A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E mottóval köszöntöm tisztelettel és szeretettel Kertváros valamennyi emlékezőjét. 1849. október 6-a. Csak egy dátum a nagyvilágnak, nekünk magyaroknak azonban gyászos emléknap. Ez a nap az aradi 13 honvédtiszt és Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja, a forradalom és szabadságharc leverésének szimbólumává vált. Az emlékezés sokáig csak titokban történhetett, és csak a kiegyezés után válhatott országos gyásznappá. A kommunista időkben ugyan nem tiltották be, de nem is volt kifejezett állami ünnep. A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Ezen a napon a Kossuth téren fél árbocra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, a középületekre kitűzik a gyászlobogót és országszerte megemlékezéseket tartanak. Az 1849-ben e napon Aradon kivégzett honvédtisztjeink és a Budapesten golyó általi halálra ítélt Batthyány Lajos miniszterelnök emlékére nemzeti emlékezetünk kezdetén kérem énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelt emlékezők! Mai megemlékezésünk korabeli visszaemlékezések és művészeti alkotások révén idézi fel az 1849-ben kivégzettek tragikus sorsát. A színpadképet az emlékmű előtt a 412-es számú Kalazanti Szent József cserkészcsapat sorfala adja, akik az aradi 13 arcképét tartják a kezükben. Műsorunk egyik meghitt pillanata, hogy hallhatjuk hamarosan Kossuth Lajost, hiszen fonográfra rögzített beszédével kezdődik már is ünnepségünk. Ezt követően Teleki Sándor gróf, Táncsics Mihály tanítványának, Petőfi Sándor barátjának visszaemlékezései hangzanak el, melyek hűen tükrözik a kor fájdalmát és nemzeti gyászát. Végül Tompa Mihály a Madár fiaihoz című verse hangzik el, a 16. kerületi Táncsics Mihály általános iskola és gimnázium tanulóinak előadásában. Az ünnepi műsort kerületünk polgármesterének, valamint országgyűlési képviselőjének emlékező beszédei zárják, majd koszorúzás és gyertyagyújtás követi ezt. Tisztelt emlékezők!
A szabadságharc leverése után sokan távoztak az országból, oda, ahol szabadon lehetett emlékezni, míg itthon a nők csendes tiltakozásként fekete ruhát öltöttek. Kossuth Lajos a messzi távolból küldött üzenetet az 1890. október 6-i aradi megemlékezésre. A fonográf segítségével hallható beszédet 1890. szeptember 20-án rögzítették Torinóban. Ezt halljuk most. A világ vízája, a történelem, sok elképzelhetetlen. Legyenek a kedvenceim, és amit megáldottam, sorraikban, felemeikben, a hosszabadság is szemünknek legjobb áldásban valamit kivalóságon keresztül. Engem kilenyomhatok le a magyar gondosabb korába, engem október 6-a szélzenükre korúzatot, gondolatságot, remegyel a kátorlát, amit az engem kitagadott, az a felegyünkra a karjainat, a pála főtétben lével áldom az érzorunk megjemlékét, hűségükért a hazaurán, a magasztok példáért helyet az utolsóknak a hatalom. Mikronyvával kérem a magyarok istenét, hogy tegyed fiadalmattán a nevők, a gondolatok, mely hungárja hajtható a magyar nemzetközben. Úgy lehet, pála. Teleki Sándor visszaemlékezése. Jersey, 1854. novembere. Szomorú és sötét volt az éj. Az őszi szél megmegzörgette a félig megfosztott akácok leveleit, és ezek a szép fák, a sötét vár ékességei megmegrázkódtak, búspanaszt hallattak, mint valami lelkes lények, mélabús hangokat dobván a vétfal visszhangjára. A katonák lassú és ütemes lépése mind gyakrabban és szomorúbban valahallható, összevegyülve néhány bajonett csörömpölésével, melyek egymáshoz ütődtek a sötétben, és a tompa ágyuk dühöngésével, melyeket visszahúztak a lőrésekből, hogy a lomha kazamaták felé fordítsák. A tisztek keresztbetett kezekkel sétáltak a rezgőfényű lámpák előtt, míg a közemberek hallgattak, és a félhomályban valami ismeretlen használatra szánt nehéz gerendákat szállítottak. 1849. október 5-éről 6-ára virradó éjjel volt ez. Mintha halotti ruhát vont volna magára Arad városa és az aradi citadella, a Maros is gyorsabban látszott folyni mélyvizével, mintha valami titkos katasztrófától fenyegetve futna a folyam. De közepette e sötétségnek, e csöndnek, e süket zajnak, mely időnként megszakítá azt, kellemes, szomorúságtól teljes harmónia terült el a levegőben, amint elterjedt az üvegben hordott illat egy pillanatra a puszta, kietlen földön. Költői ajkaktól meglelkesített fuvola volt ez, mely sóhajokban lehelte ki e könnyekkel teljes dallamot, Lucia utolsó dalát. Bell'alma innamorata. Láner tábornok az utolsó órai virtuóza, a holnapi nap mártírja a sírba vitte ihletének a szavát. De a haza összegyűjtötte azt, mint utolsó föllabbanását ez oly nemes és halálra elszánt lélek. Láner és a többi 12 tábornok cellákba voltak zárva a négyszögű épületben, mely egymagára emelkedik a széles udvarban. Várták, várniuk kellett az ünnepélyesen megígért kegyelmet. De csak hamar megtanulták, hogy az ausztriai udvar hűsége olyannak maradt, amilyen mindig volt, póni hűség. Damjanics hivatott minket. Barátai voltunk, és ő minket fiainak nevezett. Kitűnő megtiszteltetés, melyet a közeljövőben megérdemelni iparkodunk.
Az esetben, ha mi elkerüljük a vértanúságot, a mi kipróbált hűségünkre akarta bízni családja érdekeit és Damjanics asszony gondozását, kinek a gondolat megzavarta a szívét a fájdalmas órában. De ő mindamellett nyugodt, csöndes volt, s lelkére parancsolta azt a gondtalanságot, mely őt oly tündöklővé tette a harc mezején. Másfelől emlékei szüntelen visszaszálltak. Mindig honvédjaihoz tért vissza, akiket oly sokáig vezényelt, s akikre oly büszkén mondá, ezek a világ legjobb katonái. A hóhérral, ki éjjeli szállást keresett, sajátságos és eredeti beszélgetést folytatott, mely azzal végződött, hogy megosztotta vele cellájának előszobáját. Ő az ítélet végrehajtásának lassúsága ellen panaszkodott. Megtapogatta a bakóval a nyakát, melynek izmai csak úgy duzzadtak az erőtől. A hóhér fejét csóválta, s nem mert semmi ígéretet tenni a kivégzés gyorsabb végrehajtására vonatkozólag. Ez a fagyasztó párbeszéd Hajnaú véres munkáinak végrehajtója, s e kitűnő kapitány között, a lesújtott és zavart arc e nemes fő előtt, melyre oly rettenetes megfojtás várt, e jelenetnek váratlansága, melyben az elítélt hideg, nyugodt, büszke maradt, leírhatatlan indulatokat remegtettek meg a másnapi dráma e prológiának tanúiban. Mikor elhagytuk e felejthetetlen jó barátot, hogy soha többé ne lássuk viszont, megengedteted, hogy kezet szorítsunk minden hadvezérekkel, kik oly drágák voltak szívünknek. E kezeken bilincsek láncai csörögtek. Hajnaú nem vette le róluk ezt az utolsó gyalázatok. Nézzétek! Szólt Leiningen mutatván a bal lábát és jobb kezét összeszorító vasgyűrűket. Úgy bánnak velem, mint egy banditával, mielőtt felakasztanának, mint egy kutyát. Ez az éjszaka oly gazdag emlékekben azokra, akiknek megadatott túlélni azt, végre elmúlt, s meghasadt a hajnal. Lázas izgalomban vártuk. Kazamatánkat egy zászlóai gyalogság vette körül szuronyosan. Mikor a 7 órát ütötte, sortűz tompa dördülése rettentett meg bennünket, melyet egyetlen lövés követett. Hajnaú megkegyelmezett 4 elítéltnek, Kis, Dezsőfi, Svejdel és Lázár agyon lövettek. Ez volt Hajnaú kegyelme. De csak 3-an roskadtak össze. Kis tábornok állva maradt, a büszke, az ironikus kis, aki nem akarta meghazudtolni előkelő modorának hírét. Hát én, kiállta, rólam elfeledkeztek? A káplár, kinek puskája töltve maradt, kilépett a sorból, s rálőtt a nyugodt tábornokra, aki homlokon találva elhullott azon osztrák golyók egyikétől, melyeknek özönét annyiszor zúdította magára. Ez volt az az egy lövés, melyet a sortűz után hallottunk. Ez volt október 6-a tragédiájának előjátéka. 8 órakor fenyegetőleg kiszegezett ágyúk és fegyveres csapatok tömegén át 8 tábornok haladt gyalog, kiváló gonddal öltözködve, hidegen és méltóságosan. A fájdalmas úton találkoztak újra, s kezet szorítottak, mint egy döntő és véres ütközet megkezdésének pillanatában. Mosolyogva gyújtottak szivarra, mikor Damjanics kiskocsiban lábsebe miatt szorult erre hozzájuk csatlakozott. Múlt éjjeli vendége a bakó mellette ballagott, legényei nyomában. A kazamatákban halotti csend uralkodott. A felháborodás, a fájdalom, a harag, a tehetetlenségünk érzete lenyűgözött, s nem volt szavunk a gyilkosokhoz, kik megengedték, hogy tanúi legyünk az utolsó útnak, mely minden reményünktől megrabolt. A csapat és kísérete lassú léptekkel haladt a vesztőhely felé, mely háttal az erőd sáncai felé volt választva. 9 ember, 9 óriás,
Ilyen volt Hainau fényűzése. Az eső csöpörgött. Böltenberg volt az első. Alacsony ember volt, de hatalmas izomerővel. Halálküzdelme hosszú volt, és rettenetes. Utána következett török tábornok, akit kutyája akkor sem hagyott el, szomorúan nézvén urára. Harmadik volt Knézics. Végre Láner szenvedett ki, a tegnapi mélabús fuvolás. Kellemes arca semmit se változott. Lelke elröpült. Utána Nagy Sándor, a budai hős. Arca sugárzott. Megvető tekintetet vetett az osztrák tisztekre, s szóla, Hodie mihi krász tibi? Azután reszkető hangon. Isten, meg hazámat. Fellépett, és meghalt. Most jött Leiningen, aki az utolsó pillanatban egy erőteljes szóval tisztára tudta mosni nyomorult ellenségei által rágalmazott becsületét. Damjanics felé fordulva így szólt, Isten veled, kedves atyám! Ez karjait kiterjesztve felelt, Isten veled, fiam! Sokára követlek. Aulich következett, meghalt szó nélkül, nem veszített semmit hideg méltóságából, mely őt megkülönbözteti. Eldobott szivara életével egyszerre aludt ki. És most rád került a sor, derék Damjanics, aki vécseinek akartad átengedni az elsőséget mondván, a harcban mindig a legelső voltam, ma az utolsó akarok lenni. De a hóhér legények már megragadták, hogy segítségére legyenek törött lába miatt. Lassan, szólt a tábornok, nélkülem úgy sem mehettek semmire. Azután vécsei felé fordulva mondá, Isten veled, öreg bajtársam, Isten óvja meg a hazát. A haza ügye szent volt, s a mi halálunk új erőt ad neki. Aztán a nemes szív megszűnt dobogni. Utolsónak halt meg Vécsei, büszkén, méltóságosan hősien, mint többi bajtársai. És az eső szakadatlanul esett, és az ég egyre borúsabb lett, és a katonák komoran és magukba szállva vonultak el. Komoran és magukba szállva. Miért? Kell lennie egy órának, egy percnek, melyben az emberi lélek bármennyire le van is nyűgözve a hivatalos hazudozók és bíró által, megnyílik az örök, a rendíthetetlen igazság előtt. Nem hiába történik az, hogy eljönnek a hősök, s meghozzák az utolsó és fönséges áldozatot a haza oltárán, odadobván magukat aljas hatalmasságoknak. Ezek az emberek bármennyire megpuhították is őket a fegyelem vasszigora, s a bot ütései, szívükben a becsület és jog szent tiltakozását rejtik. Egyéb iránt nem tudták-e ezek az emberek, kiket ekképp néma bűntársakká tevének, hogy ugyanabban órában Hainau Pesten Batthyánynak Magyarország miniszterelnökének vérében fürdik. Nem tudták, hogy ugyanakkor Bitófa alatt áll Kolozsvárott két magasrangú tiszt, Tamás és Sándor? Tanúi voltak az aradi gyalázatosságnak, e hat fiai Pestre és Kolozsvárra gondoltak. Lelkükben látták a vértől gőzölgő háromszöget, melynek neve október 6-a. Gyászos nap, melytől megborzad a történelem, s melyet a magyarok sohasem felejtenek el. Néhány nap múlva egy az akkor és gondoktól törődött öregasszony érkezett az erőd kapujához, ezer baj és veszedelem után. Azt hitte a szegény asszony, hogy meg van engedve az anyának megölelni fogoly gyermekét.
könyörgés, könnyözön, a fellázadt természet jelszava minden hasztalan volt. Hoviger tábornok könyörtelen maradt. Legalább engedjétek meg, zokogott az anya, hogy messziről, nagyon messziről láthassam, s egy tekintettel megáldjam őt. Kérelmét semmibe se vették, fájdalmát kigúnyolták. Ekkor átszellemülve, jós hangon így kiáltott az agnő. Hoviger, te szívtelen és lelketlen katona, de meggyaláztad az eget. Az ég bosszút fog állani a kétségbeesés által marcangolt anyáért. Nem sokára meg fogsz halni. Tested darabokra szakadt és összemarcangoltatik, ahogy te szétszaggattad és összemarcangoltad az én lelkemet. Be fog teljesedni, mert anya az, aki téged így megátkoz. Az átok rettenetesen bekövetkezett. Aznap este osztrák katonák égő pipával léptek a tábornok lakásának pincéjébe. Ott puskapor volt. Az egész épület a levegőbe röpült. A romok közül velőtrázó jajgatás tört elő. Szétzúzott, összemarcangolt tagokkal húzták ki onnan Hoviger tábornokot. Iszonyú kínok zsákmányaként hentergett 9 napig. Akkor meghalt. Ez volt az aradi tragédia utolsó felvonása. Tompa Mihály, a madár, fiaihoz. Száraz ágon, hallgató ajakkal, meddig ültök csügget madara? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a végének, s régi kedvetek. Legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldúlt berkeinken enyhe, árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok bús anyátokat? Más berekben másképp szól az ének. Ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek. Fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül, a hajdan lomb s virággal gazdag tájról. Zengétek meg a jövőt, ha majdene kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holdberek. A jelenek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok, megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok, idegen cserélve? Fiaim, csak énekeljetek. Tompa Mihály 1852-ben írott költeményét hallottuk az imént. A Madár fiaihoz című verse talán a legismertebb alkotása a költőnek, melyben a reményvesztettség kábulatában élőket ösztönzi, bíztatja, olykor persze bírálja is, de mindezt a szebb magyar jövő érdekében. A verset előadták a 16. kerületi Táncsics Mihály általános iskola és gimnázium tagjai, név szerint Pap Zsófia 12. A, Bodács Daróczi Rozi 8. A, és Illés Szófia 5. A osztályos tanulók. Tompa Mihály, amiről írt, amiben reménykedett, az bizony megvalósult, az ország és a nemzet ma is él, és soha nem felejt. Tisztelettel felkérem kerületünk polgármesterét, Kovács Péter urat emlékező beszéde megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kertvárosi emlékezők! Azért jöttünk ma össze, hogy a 175 évvel ezelőtt történt, itt az előbb olyan szépen és meghatóan
elmondott eseményekre emlékezzünk. De kezdjük egy kicsit korábbról. Ugye korábban, másfél évvel körülbelül korábban, 1848. március közepén a pesti fiatalok úgy döntöttek, hogy a Európán végig söprő forradalom hírére ők sem maradnak tétlenek, és a régen tervezgetett felkelést, forradalmat, vagy csak ellenállást, azt véghez viszik. Lelkesek voltak, összejöttek, alkottak, és vér nélkül győzött a forradalom. Boldogok lehettünk, lehettek az akkor élők, és mondhatták, hogy hát ezt megcsináltuk, ez férfi munka volt. De aztán jött a szomorú időszak, amikor bár eleinte a császár úgy tett, minthogyha elfogadná a pesti forradalom eredményeit, de meggondolta később magát, és úgy döntött, hogy nem hagyja a magyar szabadságot. Hogy nem hagyja azt, hogy ez a nép, ez a nemzet, ez függetlenedjen, kiszakadjon a birodalomból, és önálló utat járjon. Úgy döntött, leveri a forradalmat, és hosszú hónapokon keresztül szabadságharcunkat vívtuk, mely egészen odáig vezetett, amit itt az előbb hallottunk, hogy nem volt elég az osztrák császár, de a orosz cár is kellett hozzá. Két nagy hatalom összefogva ellenünk, egyesült erővel megverte a bátor, mindig harcra kész és küzdeni tudó magyar sereget. És elrettentésként azért, hogy soha ne gondolják azt a magyarok, hogy nekik szabad szabadnak lenni, büntetésből kivégezték Aradon a 13 tábornokunkat, és Pesten a miniszterelnökünket. Balga módon azt hitték, a hatalom azt gondolta, hogy ezzel végeztünk. De nem ismerik ők a magyar emberek lelkét. Bármilyen hatalom is tiporja a magyar ember szabadságvágyát, minél jobban nehezednek rá, annál jobban megfeszül, annál jobban fölszívja magát, és annál jobban ellenáll. És lám-lám, 175 év után, hány ember öltő az? 9, 10, 12? Már az unokáik, ükunokáik se élnek azoknak, akiknek az unokái mesélhetnének arról, hogy az ő nagyapjuk vagy ükapjuk mit csinált annak idején. De mégis idejövünk, összejövünk ennyien, és emlékezünk arra, hogy 175 évvel ezelőtt, meg másfél évvel korábban voltak bátor magyar fiatalok, meg középkorúak, meg idősek, mert összefogott az egész ország, és ki akarta vívni, és ki is vívta a szabadságát. Ráadásul nem csak a magyarok küzdöttek. A mögöttem levő arcok nem csak magyar arcok. Volt itt minden örmény, német, mindenki. Nem csak a magyarok küzdöttek a szabadságért, mert egy szabadság az olyan eszme, melyet a bátorsággal, bátor szívvel megáldott emberek mindig hajlandóak küzdeni. Egy olyan eszme, amiért soha, de soha nem késő és nem felesleges küzdeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kertvárosi emlékezők, mi is merítsünk erőt abból a példából, melyet a tábornokaink mutattak nekünk. Hogy nem meghunyászkodva könyörögtek, hanem férfi módra kiálltak, és mint ahogy hallották, egyik tábornok azt reklamálta, hogy őt el se találták. Kedves kertvárosi emlékezők! Mindig, de mindig lesznek olyan magyarok, akik emlékeznek majd arra, hogy meg lehet próbálni elnyomni a magyar emberek szabadságvágyát, de ez soha nem fog sikerülni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm, hogy meghallgattak. És most tisztelettel fölkérem Szatmári Kristóf országgyűlési képviselőt, hogy mondja el emlékező beszédet. Tisztelt emlékezők, kedves kertvárosiak! Három A-betűs szó jutott eszembe, hallgatva az ünnepi beszédet, illetve hallgatva az ünnepi műsort. Árulás, átok és áldozat. Mi ez a három szó? Árulás. Sokan sokszor próbálták megfejteni, és talán még a mai fiatalság, a mai élő ember is kicsit értetlenül áll azelőtt a tény előtt, hogy miért is kellett egy egyesült túlerővel szemben legyőzött magyar népet, egy magyar sereget ilyen méltatlan, megalázó és kíméletlen tortúrának alávetni, amely legdicsőbb tábornokainak, miniszterelnökének és még sok tucat szerte az akkori Magyarországon kivégzett magyar honvédnek a halálát jelentette. Miért volt szüksége az akkor már teljesen biztosan a hatalmát újra megszilárdító császárnak arra, hogy ezt a vérengzést végigvigye? Igazából se katonai, se politikai okai egyébként nem kellettek volna, hogy legyenek ennek az eseménynek. Mégis az ő szempontjukból, a birodalmi szempontból, amit a magyarok tettek, azt úgy hívják, hogy árulás. És az ő logikájuk szerint az árulás az ezzel jár. És mindjárt el is érkezünk ahhoz a ponthoz, amely talán ennek a gyászos napnak, a magyar nemzet számára gyászos napnak azt a történelmi ellentétét hordozza, amely, ahogy talán polgármester úr mondta, 175 év után is érthető. Ami egyrészről a magyar szabadság és függetlenség legnagyobb ünnepe, legnagyobb összefogása az elmúlt néhány száz év alatt, az 1848-as forradalom és szabadságharc, amit minden magyar, a magyar nemzet felszabadításának, Petőfi szavaival a láncok ledobásának ideje volt, azt a birodalomból egyszerűen árulásnak gondolták. És itt van egy olyan ellentét, amelyet soha nem fog a magyar nemzet elfogadni, hogy a magyar szabadság és a magyar függetlenség ügye, az nem lehet árulás. Mi nem tartozunk senkinek és semminek elszámolással a saját szabadságunk és a saját függetlenségünk tekintetében. Még olyan áldozatok árán sem, mint 1849. október 6-a. Tehát ha történelmileg akarjuk értelmezni ezt az eseményt, akkor talán érdemes erre is gondolni, hogy amit mi egy nemes küzdelemnek gondoltunk, gondolunk a mai napig is, amelyben sajnos az akkori politikai összefüggésekben alulmaradtunk a világ akkori két egyik legnagyobb hadseregének az együttes összefogásával, azt mások egyszerűen egy árulás letörésének gondoltak. De mi tudjuk, valljuk és vallani is fogjuk, hogy a magyar függetlenség sem akkor, sem 175 év után nem árulás senkivel szemben, mert ez a magyar nemzet joga, Isten adta joga, hogy a saját dolgait függetlenül és szabadon döntse el. A másik kérdés, amely itt előjött bennem hallgatva a műsort, és ez el is hangzott benne, az az átok. Mi, akik talán méltatlan, de mégiscsak elhivatott követői vagyunk 48 örököseinek, azt gondoljuk, hogy
az isteni gondviselés egy szélesebb összefüggésbe vizsgálja a történelmet. És valóban az a császár, amely elrendelte ezt a vérengzést, hagyta megtörténni ezt a vérengzést, az sok anya, sok gyermek átkát vonta magára. És ha megnézzük Ferenc József életét, bár hosszú éveket adott neki a Jóisten, szerintem egyikünk se cserélne azzal a tragédiákkal teli élettel, amelyet számára a sors hozott. Megölt feleség, meggyilkolt gyerekek, és egy széthullott birodalom az öröksége. Az a birodalom, amely előtte 400 éven keresztül Európa trónján, gyakorlatilag több trónján is ült. Az a birodalom az ő regnálása alatt elindult háborúval, és ezt 1916-ban, amikor a halál utolérte, akkor már nagyjából tudni lehetett, hogy ez a birodalom csak ideig, óráig fogja őt is túlélni. Tehát valahol az isteni gondviselés az mind-mind visszafizette, talán többszörösen is, amit akkor ez ellen a nemzet ellen, és azok az emberekkel szemben elkövetett, akik egy részének a képeit mögöttem is látható. Tehát árulás, átok, de a leglényegesebb talán számunkra a áldozat. Hiszen az a 13, és mindakit ezen a napon, vagy az ezt követő napokban gyakorlatilag hidegvérrel kivégeztek a császári seregek, ezen emberek halálukban is szolgálták és szolgálják a magyar nemzetügyét. Éppen ahogy polgármester úr mondta, minden egyes csepp vér, amelyet ilyen módon ártatlanul hulladtak magyar földön, ez ezerszer, tízezerszer a magyar ifjakba, a felnövekvő magyar ifjúságban újra szárba szökkent, és a magyar szabadság, a magyar függetlenség ügyét vitte az elmúlt 175 évbe, és meggyőződésem, hogy vinni fogja a következő 175 évbe is. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy azoknak az október 6-ai hősöknek, akik valóban büszkén, nemesen és ártatlanul mentek a bitófa vagy a golyók elé, az ő áldozatuk mind a mai, mind a jövő magyarsága számára útmutató. Köszönöm, hogy eljöttek, és közösen tudjuk azt, hogy ez az áldozat, ez a független és szabad Magyarországért szólt. Éljen a haza, éljen a nemzet. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, tisztelte polgármester úr és országgyűlési képviselő úr, múltad idéző, egyben a jövőre is utaló gondolatait, ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők, arra kérem önöket, hogy most közösen hajtsunk fejet a hősök emléke előtt az új nemzetőrség segítségével. Az emlékezés és a tisztelet virágait közösen helyezi el Kovács Péter polgármester úr és Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő. Tisztelt kertvárosi emlékezők, arra biztatom most önöket, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával önök is hajtsanak fejet a hősök emléke előtt.
Tisztelt emlékezők, tisztelt kertvárosiak, köszönjük szépen, hogy eljöttek, és együtt emlékeztünk azokra a hősökre, akiknek köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk, együtt lehetünk, a saját országunkban élhetünk szabadon, függetlenül, és beszélhetünk az anyanyelvünkön. E gondolatok jegyében kérem önöket arra, hogy közösen énekeljük el a szózatot.